Sziasztok, Blackman vagyok, és ez itt a Little Nightmare Secrets of Tomorrow második része. Ugye az előző részben megcsináltam The Depths, ez volt a címe az első fejezetnek. Hát ahol végig, konkrétan Schuster felesége szerintem, legalábbis úgy tudom elképzelni, hogy szerintem ő lehet az, elég hasonlított rá, ő üldözött végig, és a végén csak leszámoltam egy tévével. Hát, gondolom, és akkor ugye az volt a vége, hogy a Schuster elrabolt, és bezárt a ketrecbe, aztán kiszabadultam a becsomagolt szarjából, és ez a második DLC-nek a neve az, hogy The Hideaway. Nézzük meg, hogy mi lesz itt. Előrehaladás? Milyen előrehaladás? Ja, nem lehet skippelni ezeket a szinematikokat? Mindegy, hogy ez volt, hogy így bebábozott ez a Schuster. De szerintem, hogy miért csak ő tud így kikelni ebből a bábból, a többiek miért nem? Azok már halottak, vagy mi? Meg szerintem ugye ő küldi fel az alapanyagot a dagiknak. És akkor ők meg feldolgozzák ezeket a szegény gyerekeket. Itt is azt hiszem 5 darab ilyen gyűjtető dolg lesz, szintén ilyen övegek. Úgyhogy majd azt is így bemutattam, hogy mi hol lesz. Szénbánya ez. Ó, még a lámpa az mindig nálam van. Nagyon jó. Volt az, vagy azt fel lehet gyűjteni ezt a lámpást? Nem. Itt nem hatossal vagyunk, hogy lámpásokat gyújtsunk. Milyen sok törpe. Ezeknek most nem kell adni ölelést. Csak hatossal kellett. Hetessel, meg így. Nem tudom, hogy mit kell. Nem, csak ide kéne valami. Mit oda tudok húzni? Vagy, nem, elég ez a cipő. Le tudjam nyomni a kilincset. Vagy nem? Hát nem. Akkor ide kell tolnom valamit, valami mozdítható tárgyat. És mi mozdítható? Ez a doboz, nem? Csille se. Ez talán itt mozdítható, nem? Hát, nem úgy tűnik, azért ez elég nehéznek tűnik. Akkor mit kell oda tolni? Nem segítenének a törpök? Mondjuk ha a törpök segítenének, akkor a csillét is oda tudnám tolni. De így most mit toljak oda? Hogy meg kell ölelgetnem a... Hát jó. A törpék azok nem szeretnének barátkozni, úgy érzem. Akkor most mi lesz? Kezd a kavicssal. Egyszerűen csak be kell tolni. Nem, hát ott a kilincs, akkor meg kell nyomni. Jó, én hülye. Egyszerűen a felmászok itt, nem? Te mi beszélsz itt?
szegény beszorult. Szerintem ki kell szedni onnan. Így né. Adok neki egy ölelést. Akkor mégis kell neki ölelést adni. Mi ez a zene? Ja, most fogni kell őt, és akkor... Aha! Jó, akkor mégis segítenek csak. Csak úgy látszik, félnek tőlem. Aha. Keresek, meg kell keresni ezeket a törpéket, hogy segítségképpen tudjam használni őket. Na, gyere Pojti! Fogni kell és át kell dobni őt oda. Szegény kisgyerek, meg itt dobálom őket. Jó. Te a legjobb haverom. Kapd el azt, légy szíves nekem. Jó, és most gyere. Ez az. Szép volt, haver. Te firkák. Aha. Ezt arrébb kell tolni. Vagy mi? Most mi van? Hogyan mentél be oda? És nem tudok bemenni. Dover azért... Most mit kell csinálnom? Az előbb megmozdult ez, de most miért nem mozdul? De csak ide kis pajtás. Tehát, hogy meg kéne... Szerintem bebukolt. Jó, ahova megint fel kell, hogy dobjalak. De hova kéne feldobnom? Ez is sehogy se jó. Valamit itt kell csinálni ez a dobozzal, de mit? De jó, hogy te beférsz, haver. Én attól nem tudok beférni. Hát az így... Szerintem ez bebuggolt. De nem, hogy segíteni amúgy arrébb lökni ezt a szart. Na végre! Eddig mi tartott eddig? Jó, hogy itt legalább segítenek a törpék, mert hatossal igazából csak ilyen gyűjtető cuccnak számított a törpe. Jöttem nekik egy ölelést, aztán így ennyi volt. Na. Készülj, ha már megint feldoblak.
Vagy nem. Na, ez az. Szép volt. Tudod le, légy szíves nekem azt a ládikót. A jegy maga nem bírja. Hát de... Egy törp elrejtőzve. Gyere már ide, haver, adok egy jelelist. Láttam, hogy ott rezeg az a szekrény ajtó. Tessék, hogy megöleltelek. Most segíts rajtam. És tord le azt a dobozt, légy szíves. Aztán aláállnék, és akkor így, hopp, dead. Illetjük? Ez az. Gyere haver, neked is adok egy ölelést. Most már három törp segítőm van. Jó, és akkor itt volt egy üveg. Itt is van. Most már csak ki kéne jutnom valahogy. Mik ezek rajzok? Jó, csak ide kell esni. Gyertek haverkák! Na mi, most nem jön? Ki kéne nyitnünk ezt a... De miért nem jössz? Gyere már segíteni! Éj, meg te is. Hát, hogy le kell dobni a csávót onnan fentről, hogy le... Gyere, mozdulj! Nem, mint egy kicsit bugosak lennének, hogy ezek a törpék. Na, gyertek! Segítsetek nekem! Inni! Sok törpe, Schuster győz. Mi fog itt történni, ha ezt meghúzom? Esett egy darab szén. Ezt mit csinálják a szénnel? Adjam oda a rákosinak. Többször kell ezt meghúzni. Hát jó, majd biztos kell lesz ez valamire. Ó, még egy kis haver. Gyere ide, adok neked is egy ölést. Aha, téged oda fel kell dobni? Na mi van? Én nem engem, ellene az ölelésnek. Még ilyet se láttam. Törpe, aki ellene az ölelésnek. Mert akkor, hogyha ezt meghúzom. Dobja a szenet. De most miért jó ez, hogyha beledobja a szenet? Jó. Szóval ez így már működik.
Akkor te ott eldolgozol, haver? Ám legyen. Ő dolgozni szeretne. Ilyen szorgos kis törpe. Nem szereti az ölelést. Hát jól estem. Eléggé creepy ez a kazán. Még a kazán is. És itt lesz a második üvegcsink. Csak annyi, hogy itt fogjuk. Itt felmászunk a legtetejére. Ez a kampó majd biztos kell szólomire. És itt van elrejtve. Inni. Aztán... nézzem itt mi van fent. Mozogjál már fel, hát. Egek ura. Mint ott egy felakasztott ember. Jön, az egy gyerek. Durva. Akkor fogjuk ezt a babafejet. Valamit. De majd kellnek a törpék, hogy be tudják nyomni nekem a kilincset. De hogyan jönnek fel majd a törpék? Szóval, hogy ezek a törpék miért nem tudnak mászni létrán. Olyan kis utak ezik van. Mire jó ez a kötél? Csak mi a... most miért dolgozik itt mindegyik? Még itt kinyílt egy ajtó. Itt mi van? Még több törpe. Hova futsz? Adok neked egy ölelést. Ez eltűnt. Jó? Gyere már ki. Én nem tudom ezt kihúzni. Na végre. Gyere ide, adok egy ölelést. Tessék. Most már te is a szolgám leszel. Ott is van egy törpe. Téged is kihúzunk a csábából. Te is kapsz egy ölelést. Öleléssel mindenkit a barátommal tudok tenni. És ez hol ez a létre vajon? Mi a túloldalon? Csak azt nem tudom meghúzni azt a kart. Ezt legalább meg tudom húzni. Ez jó döntés volt, hogy ezt...
Aha. És ezt bele kell rakni ebbe? Meg gondolom, ez kell lesz valamire. Legalábbis, ha jó darab. Azért inkább ezt is elviszem, hát ha kell lesz. Úgy látszik, ez nem. Csak direkt bassza el, hogy... Na, azért. És erre mi van itt? Nincs egy nyúlka piszka. El lehet takarodni. Jó, arra nem fogok menni egyenlőre szerintem. Várjunk csak, akkor ide be kell menni. Ezt a kart is meg kéne itt húzni. Érzem, hogy csapdába kerültem, és muszáj lesz erre jönnöm. Milyen szerencsére vak, ezért az nem zavarja, hogyha világítok. Veled. Itt csak az üvegszilánkokkal kell vigyázni, mert némelyik helyen van üvegszilánk, ahogy néztem. Azzal úgy meghalana. Például itt is. De... Hogy a francba hal meg? Nem csináltam semmit. Hát komolyan bazd meg ez a... A kibaszott ultrahangos denevér, Schuster, ez... Ilyet van egy üveg szintén. Azt hiszem már azt kinyitottam talán. Ja. De már kinyitottam, szóval ott egy üveg. És aztán... Tudom, mert egy gyerek fel kell jönni itt. Topogatózik a kis kíváncsi. Nincs egy nyúlka piszka, te. Szóval mit csinálsz? Feljössz? Mit lehet csinálni ezzel a konzervvel? Mit csináljak amúgy? Jó, itt fel tudok mászni. Nagy ügy.
Na, és akkor mit csináljuk ezekkel a szekrényekkel, vagy most mi van? Nem is kellett volna ide feljönnöm egyáltalán, vagy mi? Hát be ezt a... ezt nem tudom, hogy bejött tolni. Most dusztom sincs, hogy mit csináljak. És lehet, hogy szar helyre jöttem. Nem is ide kellett volna jönnöm elsőnek. Hanem valahol máshol. Úgy igazából magamtól kell ráírnom, csak így most... Csak most jelenleg tényleg halvány gőzöm sincs, hogy mit kéne csinálnom. Mi ez egy papucs? Jó, ezt ki lehet húzni? Elmozdulj, megmozdult, akkor ezt is ki lehet húzni. Vinni. Azt hittem, hogy ez zárva van. De ez... az előbb még ez kinyílt, most meg nem lehet. Na azért. Hát... felmosódőr. És ez? Polc. Jó, azt mit csináljak? Ezt ki lehet húzni. Ezzel legalább ott a polcon fel tudok mászni. Told már be. Jó kis hokedli. Az irányítás az néha nekem borzalmas. Szerintem tényleg jobb lenne kontrollerről játszanom. Semmi. Az ajtó oldalára. Jó. Akkor az ajtó oldalára az nem jó úgy. De akkor hát nem is tudok ugrani. Hogy én át... Ja, bár én hülye, bazd meg. Hát használj ki a lámpát. Így. De jó sötét van itt is. Na most hol vagyok? De most mit csinálok? Azt a kurva. Nagyon jó. Annyira bírom, hogy folyamatosan kell nyomni az E betűt, aztán még lefele is, aztán még ugrani is, hát... Azt nincs is ennyi ujjam már. Jó, csak szépen óvatosan. Égyni. Hogy az miért volt jó, hogy hol kerültem ki. Aha. És kell az a jó izzó. Gondolom én. Csak kell neki egy fasz a feljárót csinálni. Jó, akkor hogyha ezt a gombot ott megnyomjuk. Aha. És itt van a túloldalt a
rohadékja. Milyen bírsz felugrani komolyan? És mit, hogyan fogok akkor kimenni az izzóval? Valahogy meg kell oldani. És ezzel vissza kell menni oda. Fasza. Takarod? Ez a baj, rattul nem látok így se semmit. Akkor itt most olyan vak vagyok, mint ő. Mert csak erre kikerülöm. Szilánkokra vigyázzunk. És csak szépen, türelmesen. Miért erre jössz? Te buzi! Közel volt. Na jó. Az izzó az megvan. Legalább. Jaj, de nem is kell visszajönni többet. De akkor az izzó az mégiscsak ide kell. Máshova nem. Most kell... Most jó. Mert elmérték eddig nem működött a lift. De akkor ezt a kapcsolót hogyan kell meghúznom? Na se baj. És most hol vagyok? Törpékkel. Törpike. Nézem, csak erre lehet jönni. Mozog egy törp. Akkor kiszavítod a drága hoer. De fog már meg, bazd. Majd meg kell ölegetni őket. Gyere már ide, hogy öleljelek meg. Akkor is megölellek. Nem, azt fogócskázik velem. Hát bazd meg. Kell ő egyáltalán? Valószínűleg kell lesz. Ez itt mi? Nem tudom felvenni. Gyere ide, esek, te kapsz egy ölést.
aztán megnézzük, hogy mit tud az a kar. Húzd már, hogy légy szíves. Hát ezt jól dobtam. Aha. És ehhez kell több törp. Várjunk. Hát, hogy nem is kell több. Elég leszünk mi kettenre. Nem. Akkor jó. Na gyere akkor, haver. Szerezzük meg a többi kis barátodat. Meg akkor azt a fentit. Ezt meg tudom úgy, hogy... A franc ez magától oda gurul. Valahogy úgy kéne, hogy onnan guruljon át lefele. Most miért toltad azt be? Mit csinálsz? Meg vagy húzatva? Mégis nem is kell. Ezeken is így át tudok mászni. Aha. Így, és akkor várni kell, hogy arra fel dőljön a hajó. Ennyi. Még kell ezt megoldani. Tessék, nagy ölelés. Inkább ledobom. Ez le, hogy itt ragad. Nem jön le magától. Menjél csak le. Platty. Előbb-utóbb csak utolértem ezt a szarházit. Szeretettel nincs menekvés, már megmondtam törp barátom. Na és elfelejtettem mondani, hogy van itt egy kulacs, szinte egy ilyen, amit ki kell nyitni. Ott fel kell mászni ott a szekrényen pont, és akkor ott van bal oldalt egy ilyen deszkák, és arra rá kell ugorni, és ott van a végén. És igazából ennyi. Na, és akkor rá kell dobálni őket. Arra, hogy kinyissuk. Te így gyere már, kis haver. Te miért nem jössz? Édni. Én nem is kellek hozzá, vagy mi? Nem, én miért nem kellek hozzá? Akkor mi értem egyáltalán annak, hogy kiszólítottam őket, vagy hogy így? Ezt én nem értem. Hát erre nem lehet jönni. Még hogyha be is tolom. Akkor miért kell most visszamennem oda? De ha én felhúzom, akkor meg nem mennek ki. Jó, jó, megvan. Már tudom. Tudom, mit kell itt csinálnunk. Talán kell tolni ezt a szart, hogy úgy hagyja az ajtót. Meg is gondolom. Vagy nem. Hát ez ki sem fogja bírni azt a súlyt szerintem.
De. Na, akkor gyertek, palikák. Tessék. Na, te miért nem jössz? Gyere már te is. Hallod? Az meg megakadt. Na. Ez nagyon jó. Mondom, gyere már. Átdoblak, ha azon múlik. Na, jössz már? Na, tessék, csak meg kell nevelni. Oké. És most ide a liftbe. Te... De ők miért nem jönnek? Vagy így... Most mi van? Ja, hát persze be kell dobni őket, másképpen nem jönnek. Akkor tessék. Jippi! Ez az. Na, mehetünk. Gyertek, srácok. Oké, és téged mondjuk feldoblak odáig. Kívj nekünk azt a... Jó. Te nem jössz? Szerintem az a baj, hogyha elengedi, akkor meg... Nem lehet meg... Nem lehet megtartani. Vagy nem? Jó, akkor ez már ilyen. Akkor jó. Na és most? Mire van az a zsák? Ezekkel nem kell csinálni semmit itt. Tovább. És köszönhetően őket is így be kell fogni a munkára. Dolgozzanak. Jobb beindult a gépezet, jobban. Te, Pali, miért nem dolgozol? Gyerünk munkára. És akkor az összes törpöt be kell fogni, hogy dolgozzon. De úgy látszik, ez a... Ugyanak ez még nem elég, még több törp kell ide. De hol szerezzek még törpöt? Remélem, nem hagytam ki valahol törpöt. Azt nem értem, hogy... Ide biztos kell, szóval akkor fel kell mennem és onnan le kell eresztenem törpöt szerintem. Ott hagytam ki valami dolgot. Én legalábbis erre tudok tippelni. Ja, meg ide be is lehet mászni. Ide nem is jöttem még be. Azt hiszem. És itt erre mi van? Valamit ide kell hozni, de szerintem akkor a törpöket kell ezt majd idehoznom. Itt van egy... Aha... Ez túloldalról van bezárva.
úgy látszik ide kell lesz valami csille is. Ezt sem tudom kinyitni. Valamit kell itt még intéznem. De mit? Vajon mit? Hát, hogy még egy szinten feljön. Ott csak az az üveg volt. Mert tegnap nincsen más. Vagy van. Ugye itt nyitottam ki az üveget. Még ha jól látom, hogy itt a túloldalt is van valami. Talán ezt ki tudom nyitni. Ezt sem tudom kinyitni. Aha! Csak itt recseg a padló. Égyni. Ajaj. Na jó, rájöttem, hogy hol nem jártam legalább. Na és most? Ez mire volt jó? Csak ide el tudok jönni talán. Aha. Mit barkácsolsz, te szarházi? És az a jó, hogyha ezeken a szöveteken maradunk, úgy nem recseg ugye a padló. Ezt a gombot meg kell ezt majd nyomnom? Gondolom. És ez mire jó? Az meg... Mit akarsz itt? Itt meg kell húznom azt a kart is szerintem. Azzal kapcsolom be az elektronosságot. Tudatosan, hogyha ezt meghúzom, akkor mi van? Nem jó. Vagy túl közel van. Nézzük, mi lesz akkor, hogyha megnyom azt a gombot. Ó, ne gyere már vissza ide. Hogy sunnyog itt a behúzott kis kezével? Amint ide jövök, akkor meg... Aha. Jól sejtettem. Teker már!
mert volt jó, hogyha ide beestem. Utána meg csak nem fog ugorni. De jó, remélem. Csak oda... Nem lehet oda felugorni? Akkor ide kell lesz valami doboz. Törpi. Mit csinálsz? Ja. Így kezd ki szavítom, hogy így ugrabugrál. Gyere majd te. Oké, neked egy nagy lelist. Jó, és most? Csak ez az egy törpe van. Hogy kell ezt vajon kinyitni? Figyelni kell azért, mert lehet, hogy van több törpe is. Gyerejtőzés, nem akarom újból idejönni. Nézzem, most nincsen egy több törpe. Úgyhogy haver, az a feladat, hogy húzz le nekem azt a létrát, légy szíves. Ez az. Kos kis törpe vagy. Nincs semmi. Ez mi egy figura? Aha. Nézzük meg, hogy esenek. Mi van itt a túloldalt? Meg biztos kellene több törpének. Aha, ezt így le tudom ereszteni. És az miért is jó, hogyha leeresztem? Ja! És így ki is csatolta. Nem fogok meghalni abba, hogyha lezuhanok? De. Hát akkor... Akkor hogyan mászok le úgy? Na mindegy. Szerintem az már... Ja. Azt leesek megint. Hát kösz. Jaj. Akkor ezzel kell lesz majd kezdeni valamit, de megnézem a másik oldalt, ott mi van. Mert szerintem ki kell nyitni az ajtókat, tehát másképpen hogyan tollom át ugye a csillét. Nézzük, mire van az a gomb. Ez ilyen kamera, egy ilyen megfigyelő rendszer. Ha is itt voltam ugye Six-el, amikor bekapcsoltam a tévét. Ez nem tudom hol van. De ez most nem értelme. És ott van 6... Aha. Ez 6, amikor a... valami üldözte ott. Ennyi? És ennek mi értelme volt? Csak ilyen easter egg? Vagy nem értem.
igazából. Hát jó. Meg ide is fel kell szugornom. Valahogy. Oda át lehet menni abba a túloldalra. De akkor esnek is toljuk ezt ide, haver. Mit szólsz? Segítesz? Kösz. Az beáll elé. És átmegy rajta. Ezek a gnómok egy kicsit bugosak. Azt vettem észre. Most is oda be. Beállt. Jó. És most? Akkor hogyha ezt meghúzom. Fel se tudom érni. Ja, és itt van alattam az a izé. Valami bakkancsszörny. És itt van az utolsó lámpánk, ha megfigyeljük, ott van fent polcon. De várjunk már. Valahogy... Ott egy törpe. Ez csak ilyen szenes rész igazából. Azt hittem, hogy itt is lesz valami szörny. Mi ez a zene? Gyere már ide! Na, hát nehéz, azt nem bírom elkapni. Bírom, amikor fogócskázol, bazd meg. Hát, hogy ezt lehet kapni, míg le nem eresztem ezt a sok szenet, vagy mi? Jim Kádár ebbe hemperegne. Ebbe fürden ebbe a medencébe. És azzal beüzemelte a gépet, és kaptam olyan lendületet, hogy így át tudtam lendülni a másik oldalra. A másik tört meg ide elbújt. Nem sokáig. Ó, te is fogocskázol, bazd meg, ne kezd már. Ezt megfulladok itt a szénbe mindjárt miattod. Ezt nem hiszem el, bazd meg. Na végre. Most már boldog vagy? Na, gyere ide, kis haver. Nem vagy ilyenkor nem tudsz mozogni, csak hogyha felkaplak. Nagy szénbánya. Jó. És elméletileg most van csak kettő. Ja, igen. A harmadik az a túloldalt van. És így megvan a három gnóm. Jó. Na akkor gyertek segíteni. Toljuk be ezt a csillét. Oké. Okay. És most kell azt csinálnunk, hogy a
felmászok. Mi ott az utolsó palack. És a gyűjthető tárgyak ennyi volt. Na, már azt hittem, hogy meghaltam. Na és akkor ezzel a csillével mit is kell csinálnom? Na most lehet kitolni. Ezzel kell csak a csille, hogy ide fel tudjak mászni? Na, nem azért, nem úgy van az. Gyertek, politikák, segítsetek feltolni. Jó, jól toljátok. De menj már innen. Itt van mindegyik? Hát nincs is akkor a löket. Ez nagy löket kell, hogy feltoljam az asszalon. Toljad, bazd meg! Jaj, te meg ott maradtál. De miért nem jössz, bazd meg? Imádom ezeket a bugos törpöket. Na. Gyertek segíteni. Jó. Ez az. Na, csak felment. Király. Jó. És most? Akkor az a baj, hogy én a legegyszerűbb dolgokra pont nem gondolok. Csak annyi kell, hogy ide feljövünk. Hát... és csak észrevettem, hogy ott van egy kis pólt, és akkor fel kell jönni. A legegyszerűbb dolgokra nem tudok gondolni, ezt nem hiszem amúgy. Jó. És akkor itt ugye ki kell nyitni a túloldalt. Aha. Ez a beszéd. De eddig ezt már nem nyitottam ki? Nem tudom. Gyertek, srácok! Toljuk! 16 tonnot feked az én. Na! És azt hiszem ezek lesznek az utolsó törpék. Íj, de beindult! És csak ennyire kellett ez? Jó. Nos, kacok. Akkor ti álljatok ide, légy szíves. És akkor most kell leereszteni. Jól sejtettem, hogy erre. Emiatt kell ez. Jó, és akkor... leeresztjük szépen a törpöket. Bum! Na gyertek, skacok! Irány dolgozni. Szenet pakolni. 7-es elvtársnak. Jó, mennyi törpét szedtem össze, ez igen. Ez mindjárt fel. És most rá kell állni egy ilyen izére. Most már folyamatosan mozog, eddig nem mozog.
Szegény törpeket kiszabadítottam csak azért, hogy dolgozhassanak. Ez milyen már? Rabszolgamunkából, rabszolgamunkából. És hol viszed? Ajaj. Oda nem akarok belekerülni. Szegény törpök meg ott eldolgoznak. Maguknak. Hát te haver. Beled mizu. Hova tűnt ez a törpe? Most ezt arra kell húzni ezt a... Amit nem. Ó, megvagy. Hello. Honnan jöttek ezek a törpék? Nem tudom, de segítenek. És kérés nélkül oda cipelik. Azt akarják, gondolom, hogy kövessem őket. Csináljuk. Megölelgetni egymásra. Megölelgetni mindenkit. Én csak ott fel tudok menni. És most? Ó, jaj. És ott a hölgy. És nem én viszem a nőt, hanem a nő visz engem. És akkor itt ébredek fel. Na. Hát akkor úgy látszik a Schuster ez csak ennyi volt, hogy így néha basztatott és kész. Hát ugye Six-el végeztük ki a Schustert, ez csak ilyen elő dolog volt, mondhatni. És akkor következően meg akkor a nő fog basztatni minket, gondolom. A dogikkal még nem is találkoztam, úgy fura. De ugye következő legalábbis ez lesz az utolsó DLC rész, úgyhogy nem fogom folytatni a következő DLC-ben. Akik tetszett a videóhoz, nyomj lájkot, iratkozzon fel, és találkozunk a következő részben. Addig, sziasztok!